A mai videóban azt fogjuk megnézni, hogy az izmoknál jelentkező különböző tünetek, állapotok milyen belső folyamatokat, problémákat jeleznek. Szeretettel köszöntök mindenkit! Az izmaink nagyon jól jelzik a testünkben lévő tápanyag hiányt. A fájdalom, illetve a gyulladás az izmokban elsősorban D-vitamin hiányt jelent. Ha hátfájás is társul az izomfájdalomhoz, még nagyobb a valószínűsége a D-vitamin hiánynak. A D-vitamin az egyik legfontosabb vitamin a gyulladás csökkentéshez, az immunerősítéshez, illetve a csontok erősségéhez. Ez a probléma a drámaian alacsony D-vitamin szint miatt alakul ki, melynek oka együttesen különböző arányban a kevés napon tartózkodás, az alacsony zsírtartalmú diéta, illetve a K2 és a magnézium hiánya. Az égőérzet és az izomláz a túl sok tejsavat jelzi, ez a tejsavas acidózis. Ez a jelenség a B1 vitamin hiány klasszikus tünete, de ha a B1 alacsony, nagy valószínűséggel a többi vitaminból is kevés van. Az állapot a túl sok finomított szénhidrát fogyasztástól jelentkezik a legtöbb esetben, tehát a sok édesség és gabona étel. Itt a megoldás a sörélesztő rendszeres fogyasztása és a finomított szénhidrátok bevitelének visszaszorítása a táplálkozásunkban. Az izomrángatózás bárhol a testünkben, vagy például ugye gyakori a szemek alatti izmoknál, a kálcium hiányát jelzi. A kálcium hiánya ritkán függ össze azzal, hogy nem fogyasztunk elég kálciumban gazdag ételt. A problémát 10-ből 9 esetben az okozza, hogy nem elég savas a gyomor, így nem tud felszívódni rendesen a kálcium. Azaz lúgos irányba mozdultak el olyan részek a testünkben, amelyeknek savasabbnak kellene lenni. Ezt az állapotot a túl sok szénhidrát és a stressz együttesen okozzák, a stressz hosszú távon lúgosító hatással van. Itt a megoldás az almaecet vagy az almaecet kapszula alkalmazása étkezések előtt vagy közben. Ha fizikai munka vagy edzés után lassan regenerálódnak az izmaink, nagy valószínűséggel kevés az omega-3 zsírsav, tehát az EPA és a DHA. Az alacsony omega-3 szint hazánkban leginkább ugye amiatt alakul ki, mert kevés tengeri ételt fogyasztunk. Omega-3 zsírsavakat halételekkel, halolajjal, krillolajjal, algaolajjal, csukamájolajjal vihetünk be egyszerűen és hatékonyan. A gyenge izmok leginkább az E-vitamin hiányra utalnak, de valószínűleg a náziumból és a káliumból is kevés van. Ha mondjuk nehezen tudunk felmenni a lépcsőn, nehéznek érezzük a lábunkat, nehezen tudunk tárgyakat felemelni, amelyeket korábban könnyedén felemeltünk. Az E-vitamin a legfőbb mikrotápanyag ahhoz, hogy megerősítsük az izmainkat. Jó E-vitamin források a búzacsíraolaj, a napraforgó mag, a mandula, a pálmaolaj, a homoktövis magolaj és a leveles zöldségek. Az izomgörcsök a kálium és a magnézium hiányát jelzik, általában mindkettőből hiány van. Ha kevés zöldséget eszünk, fogyasztunk, miközben sok szénhidrátot, édességet, gabonaételt eszünk, illetve sok stressznek vagyunk kitéve, valószínűleg a káliumból és a magnéziumból is kevés van. Zöldségekkel tudjuk egyszerűen bevinni őket, illetve pótolhatók ugye elektrolit, azaz ásványanyag tartalmú italporral is. És végezetül az izom merevség, például a vállizmoknál, vagy máshol a testben. A merevségben alapszinten közrejátszik a sok szénhidrát fogyasztása, de ez általában más is társul. Fokozza a merevséget a túl sok vasbevitele, például a vastartalmú készítményekkel, a túl sok gabonaolaj, tehát napraforgó repce, a kevés omega-3, tehát halétel és a K2 vitamin hiánya is. Mindezek mellett a merevségért valószínűleg a kálcium lerakódások is felelnek, tehát a túl sok nem megfelelően hasznosult kálcium, például ami az ásványvizekben van, ami ugye szervetlen kálcium, azaz kő. A kálcium lerakódások miatti izommerevséget néhány hét alatt enyhíteni tudjuk a desztillált víz fogyasztásával, amit otthoni desztilláló készülékkel állíthatunk elő egyszerűen és költséghatékonyan. Továbbá a gyomor savasításában kell még gondolkodni, és a magnézium, a D-vitamin, illetve a K2 vitamin bevitelére fontos még odafigyelni. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és hozd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!